ljus belém kezed, csinál kapom. Odaadom a mézet, hogy nyaljatok. Odaadom a szemem, hogy lássatok. Odaadom a cigim, hogy szívjatok. Odaadom a borom, hogy igyatok. Csak a kezedet nyújtsd, ha baj van elkapom. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ma esti adásunk első részében az elmúlt pénteken az általános iskola felső tagozatos farsangjában készült felvételünket tekinthetik meg. A farsang nagyon jól sikerült, a keringős nyolcadikosok nagy sikert arattak, megválasztották a bál szépét is, és a jó hangulatról Bene József tanár úr gondoskodott. Ezt követően pedig az Orlói Közéletért és Kultúráért Egyesület által szervezett téltemetői ünnep részleteit tekinthetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Megkérjük kedves 8-osokat kicsit jöjjenek közelebb. Megkérjük Zsardai Kriszti tanárét, hogy valahogy egy kicsit közelebb. Leventeti Jéd a szó. Szeretnék megköszönni Zsardai Kriszti tanárnak a beteit a törzsüket, a csodálatos koreográfiát. Köszönjük szépen. Jessica, 8. osztály. Érkezik Váradi Ágika, szintén 8. osztály. Harmadiként érkezik Váradi Arakka, 8. B-osztályból. És végül, de utolsó sorban, Fekete Zsófika, a 8. B-osztály. Láttátok a négy hölgyet, belépjétek, ha lement ez a ceremóniai rész. A büfében, emelet 4-es teremben találtok 4 kis dobozkát, rajta a 4 lánynak a nevével, és a választottatok dobozba bedobjátok. Valami ki, hogy a hangom nem baj. Bedobjátok a belépjétek. Amikor lemegy minden, ki is hirdetjük a választ. Igen, szeretnénk már... Hála a jó Istennek, versenyre is menni, ugye megérett a kis tánciskolánk, itt a helyi tánciskolánk. Úgyhogy fogadják nagyon sok szerettel ez évi táncverseny koreográfiánkat, amelynek a neve Sziara, és akkor kérném, hogy álljunk be. Ezt még sehol nem táncoltuk. Ma debütál itt nálatok először, mert sok helyen lépünk föl, de ti vagytok az elsők. Amik ezt látjátok, mint mindig. És akkor hajrá! He does something. That's why he does something.
szeretném megköszönni először is a jó Istennek, hogy itt lehetünk. Másodszorban viszont az Arlói Általános Iskola igazgatói nőjének, akinek egy óriási tapsot kérnék. Egy óriási tapsot, és az iskola vezetőségének, hogy mindig gondolnak ránk és hogy a szívükben vagyunk. Másodszorban viszont egy óriási tapsot kérnék a fenntartónknak, ugye Isten segédletével, a nővéreknek, akik itt vannak most köreinkben, annak nagyon-nagyon szívből örülünk, hogy nyomon követik munkásságunkat, köszönjük nekik is, hogy lehetővé teszik a gyerekeknek. És akkor eztán érkezik a buli, és most már lehet hangolódni. Indul a buli, hát tedd fel a kezedet. Hey.
diétvezetés vagy gépkezelés közben, vagy ha epilepsziával szenved. De csak ketten maradtak, mint a való világ döntőjében. Következik egy kis mix, ha már volt 90-es évek, akkor jönnek a 2000-es évek. Hajrá! Én nem tudom sok kérdék a négy lánynak, hogy egyáltalán elvárom.
minden nagyon szépen, egyértelmű? Nem hallom? Na persze! Közülük egyet fogunk most megkoronázni, vagy valami ilyesmi, de mind a négyünknek nagyon gratulálok, köszönjük, hogy elvállalták, és most jön, még nem volt, figyelj! Hátra is felős! 2018. Nem más, mint akiről a legtöbben szavaztatok. Érkezik a politikai. Mindjárt mondanak a fülembe is. Én már tudom. Miért nem tudom? Amely nagyon szoros volt. Ötig fogom húzni egyébként. Győztesen. Szecsei úr már tudja. Nem más. Mit vár? Igen, Váradi Ágika! Majd vágod össze a fontévében. És mit kapjú tőlem? Most figyelj! Ennyi! Méghozzá azért, mert február a farsang hónapja és elsődleges célja, ha hihetünk a hagyományoknak, a tél temetése és előzése. Nem véletlen, hogy az emberek ilyenkor ősidők óta jelmezbe öltöznek, hogy így diagassák el a telet, és vidáman várják a tavaszt. Mai rendezvényünkön, szokásainkhoz híven, tánccal, énekkel hívjuk össze a falu apraja nagyját, felép az Arról Csillagfürd néptáncsoport, a Járdaházi Vadvirág népdalkör, az Arlói Vegyeskar egy hagyományőrző csoportja, valamint az Arlói Színjátszó csoport sirakítvásulata. Vannak meghívott messzebbről jövött vendégünk is, nem utolsó sorban az Ózdi Bárka Színpad zenészei, Váradi Szabolcs és Sikúr Kata, a Szabadszombat Tánc Együttes tagjai, és Lakatos Peti, a tűzsonglőr.
A temetés után szeretettel várunk mindenkit vissza a közösségi házba, ahol a táncházban mindenki megmozgathatja a télen berosdásodott csontjait, és egy kis vendéglátásba is részesül. Rendezvényünk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzedékek Értéke, Értékes Nemzedékek pályázatán belül valósul meg. További támogatunk a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár és az Arlói Polgárőr Egyesület, akik az előző évekhez hasonlóan most is ők biztosítják a helyszínt. Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást és további szép napot! Thank you.
lehetni. Barna legény, szeretője nem lenni. Barna legény, szívének a csábító szerelme. Víz engem a hideg sírfenekén. Kinek van, ki meg van, Kari.
cirka gyűrője. Annak ajának van igaz szeretője. Nekem is van kettő hajlik, mint a vesző. Szőke is van, csinálni, mert van rudunk is, szalmát adott a tehenes Kati, meg van jó nagy helyük, úgyhogy én azt mondom, készítsük el a kiszebabát. De a kiszebabára ruhát is kell venni. Hát majd kérünk Seres Maristó, meg Piri Margitó, hát úgyis arra megyünk. Útközben kérünk ruhát, gyere, készítsük el a babát.
Induljunk szerintem. Ó, itt van Maris. Jó napot, Maris! Jó napot! Hát azért jöttünk volna hozzá, hogy nem adnál a kiszababánkra valami ruhafélét. Hát ma honne adnék? Hiszen egész télen szőttem, fogtam. Hát ma csak csináltam egy kis kiszababára való ruhát. Egészen szép. Nagyon jó lesz ez. Köszönjük szépen. Köszönjük, ez már elég lesz valaminek. Na gyere, kérünk még Margitó is. Itt is van, nem is kell hozzá menni. A Lélián állandóan kicsit. Jó, akkor állandóan. Hát mi a fészkes fenét kerestek már megint erre? Jó, Margit, hát azért jöttünk volna hozzá, hogy nem adnál-e a kiszababánkra valami ruhafélét. Hogy mit? Valami ruhafélét a kiszababánkra. Ó, hát én olyan vagyok, hogy csak úgy adok. Hát de még a hóntos ruhában. A hóntos ruhában senki nem kéri. Mit képzelte? Hát adjál már valami ruhafélét. Na, elvigyetek csak gyorsan valamelyé. Jaj, de így van. Jó, van elég lesz. Na, gyere, csináljuk a babát. Én kaptam fel először a kiszababát, én fogok férhez menni. De ha úgy közben visszük, akkor én is férhez megyek. Jó van, na hát akkor gyere, segíts te is vinni, hogy te is férhez mehetsz. Bírjuk a jóba, két úton kell bemenni. Ne tenni a rózsámmal beszélni. Éjjel jár a szaringos az ablaka. Jaj, de sokat áztam, fáztam alatta. Akinek bújjas bánata vagyok, rója az papírosra, az tűzze a kiszebáb gatyájára, hogy vele együtt ma este dobhassuk a mágiára. Hát de azért a ruhát vegyük le róla, kár lenne vele együtt elége. De hogy vesszük már le róla, hát már megfázna, már csak nem pucéren engedjük a más világra. Megfázik a csúnyája, az letörik neki. Fogjunk villőt. Na csak járjunk. Adjatok csak nekem is abból a villőből. Ugyan minek volna ez neked? Minek, hát még én is férhe akarok menni. Jó, adjatok csak, az mind menjetek férhe, elvigyetek csak hazafelé, befelé. Tisztelt vendégek, egy kis csendet kérek. Figyelmeztetőn jöttem ilyen hozzátok. Vásárnapja vagyok, ulottatok sokat. 3 napig pergették a fiúk a anyukot. Közeleg az éjfél, és jön a bőti idő. Mindjárt szól a harang is, figyelmeztető. Temetszítsétek el a fásárnok méltóan. Aztán meg menjen haza kifi a párjával, vagy aki megy vele. Bíró uram, lenne egy kérése, hogy szegény és még egyszer utoljára vigyük körbe a faluba. Hagyj mindent ér, szegény! Jó, van bírjuk, én benne vagyok. Köszönöm szépen! Gyerünk, akkor kísérjük el utolsó útjára. Hello.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Az Atyafiú Szentlélek nevében megáldalak benneteket! Köszönjük eminetét! Kísérjük kedves testvérünket az utolsó nyugvó helyére! Most pedig kezdjétek el a farsang temetését! Sírassátok el, asszonyok! Ez ifjú tetemét! Jaj, drága testvére, hát tegnap még együtt pálinkáztunk. Hát te nem mondtál sem. Ha már te szóltál volna kettőt, hármat, hogy meg akarsz állni. Elmentél, itt hagytál. Elegén meg itt hagytál magamra. Most meg ott már tiratnom is kéne. Nem ülsz már többet a híd végére. Nem mondod nekem, hogy gyer ide. Pedig ha tudnák, hogy milyen két szép harisnyája volt neki, a két kezét tette velem, s vette ki, de milyen jól állott neki. Jaj, Istenem, Uram! Hát ki dugi be az éjjukat!
De nem ahogy te gondolod, hanem ahogy csepeg, csuro. Jaj, Jézus! Meghaltál, itt hagytál, pedig még mennyi mindent nem láttál. Nem látod a szép rózsaszín bogyogómat, amit vettem magamnak? Tudod, mit vettem? A tehen árából. Vettem még fehér ásó szoknyát, rajtos kendőt, rámás csizmát. Szóval elköltöttem a tehen árát. Ijjés, tudom, hogy ha most élnél, engemet megint össze-vissza vernél. De ne is már abba a gyenge agyadba, mégse gyászolhatlak rongyokba. Na, jaj, drága komászod, hát ne izzassa fel a komát. Mert még most fel kell, az jóadba vágja magát. Ugye? Úgy. Akkor inkább hátrébb állok, verést én már nem kívánok. Jaj, drága íjé, és hogy szerette a száraz laska? Meg mennyit járt mezítlát? Jaj. Hogy szerette a sütőtököt? Tennap este is sütöttem neki. Azt már nem volt ki meg egyé. Nem. A töké otthon az asztalon, ő meg itt a furikon. Jaj, a drága jó szerető, mi is? Engem is itt hagytál. Azt most már nevelhetem a fujádat. Jaj, nekem drága jó szomszédok. Tudnak, milyen nótás kedvű ember volt. Az volt az ő kedvenc nótája, hogy ha meghalok, ki fog engem megsiratni? Ha meghalok, ki fog engem megsiratni? Ki fog az én kohosomra ráborulni? Ráborulni? Borulna édesanyám, de már nincsen. Boruljon rá egyetlen egy drága kincsem. Borulna édesanyám, de már nincsen. Boruljon rá egyetlen egy drága kincsem. Jaj, komolyan, na te meg is van. Vigyétek fel és vigyétek! A kert felé ne tegyétek! A kert kaput támasszátok vele! Úgyse volt, hogy ma valami jó kérdés. Jaj, ne vigyétek arra! Ne felakad a karja, hogy visszajön a nyakamra! Kedves testvéreim! Hiszek egy Istenbe! Hiszek egy Istenbe! Egy literes üvegbe! Annak a fiába! Annak a fiába! Egy féltet is paharba! Amen. Kedves testvéreim, szomorú eset történt ma. Meghalt a vén borsori. Sirató asszonyok, gyászos gyülekezete végbúcsóra elkövetkezett. Akit körülállunk, annak imar vége, nem sokára lészen, gyászos pihenése. Itt nyugszik Iés, ez a vén borsodi, aki hozzám többet már nem tud szólni. Itt elégetteti egyedül magába, mert a gonosz halál őt elszólítaná. De miért ő ír hirtelen halála, mert este három hordó bort megivott magába? Ivás közben nem gondolt ő a halálra, hogy a kaszás embert őt rasszik, de ragadja, őről a vegyen hát most mindenki példát, csak annyit igyék, hogy véglássa a saját orra. Közben este még megszólta a tököt, és mégsem érhette meg a csütörtököt. Hallgassuk búcsúját, miből láti lehet, ki az, ki közülünk a legjobban szeret. Igaz, hogy a sírnál mindent megbocsájtunk, az ellenségünkre is könnyeket hullájtunk. Először búcsúzik ő Katótól, ki csinálta őt szalmából, majd keresztanyjától, ennek urától, keresztül ő összes pereputjától.
12 feleség, 52 nagy gyermek, 365 unoka, ügyelnek Vajdarra, hogy almahatasztón semmi ne davarják. Pihenje kivagat a jövő farsangra. Firma keresztanyjától végbúcsú köszön, nem köti már őt a semmi, a földi élete. Búcsúzik falunktól, kicsiktől, nagyjától, és az itt jelenlévő víg farsangozóktól. Amen. Amen. Hajjaj, nyisd ki azt a kancsal szemet, hadd beszéljek még egyszer utoljára veled. Tegnap este egy vajlik nakedlit megették, utána meg arra jó sok bort vedelték. Jaj, de így és olyan csúnya volta, hogy anyád lopjótökkel csókolgat. Rostára tette, de hát onnan is kivette. Jaj, ki eszi ma még a kenyerünköt ezután. Jaj, mi lett veled te szép Dalia? Úgy isznek, mint a darabba. Hát tegnap még kannába itt a pályinkban. Nem kellett volna. Jó estét adjon az Úristen! Kedves testvéreim! Figyelmezzetek! Most, hogy elmúlóbb a farsang napja, imár eljött hozzánk a búcsú órája is. Búcsúzzatok el testvéreim az ifjútól, bocsássa meg a jó Isten bűneit, amiért sok lánynak elcsavarta a fejét, a sok italt, ami a torka lement, a sok bableves, meg nokedlit, amit megevett. Búcsúzzatok el testvéreim az ifjútól, aki három napig ropta a táncot, és szó se róla ivott a gyors. Jaj, ne vigyétek még sehova egy kis emléket, hagyd vegyek le róla. Olyan sokat feküdt az ágyak rajta. Egy kis emléket, hagyj szeretnek tőle! Jó, annak faszbordnak! Eltörik faszbordnak! Jó, jaj, meghajott! Jó jártál, te szép virágszár! Te nagy örömre jutottál! Jó jártál, te szép virágszár, te nagy örömre jutottál! Thank you.
ma esti műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket. Adásunk ismétlése hétfőn elmarad, mivel a településről nagyon sokan parlamenti látogatásra megyünk, köztük a stúdiós kolléganőm is. Tehát jövő héten, csütörtökön találkozunk, addig is minden szépet és jót kívánok Önöknek. Viszontlátásra! Canto